Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Húsvét vasárnapján, Urunk feltámadásának nagy ünnepén, innen a gazdagréti Szentangyalok templomból, ahol szolgálattevő testvéreimmel gyűltünk csak egybe, de nagyon sokan velünk vagytok a televíziós közvetítés által, az Apostol TV szolgálatával, és bekapcsolódhattok ünnepi szentmisénkbe. Nagy örömmel ajánlom fel a hívő népért, mind a gazdagréti híveimért, mind pedig a kedves média apostolainkért ezt a mai ünnepi szentmisét. Külön kérésre egy tápiószecsői kedves testvérünkre, gondolunk Anna testvérünkre, aki ma 18 esztendős, Isten éltesse őt az Úr sokáig, tartsa meg élethivatásában, szolgálatában. Mivel a tegnapi napon magam is részt vettem a Bíboros úr vigília szertartásán és szentmiséjén, ezért itt a templomunkban elmaradt a húsvéti gyertya felavatása, legalábbis ez a szertartás. Még fontos számunkra, mielőtt meggyújtanám a feltámadt Krisztust jelképező gyertyát, hogy azt a szokásos megáldást elvégezzük most a szentmise kezdetén. Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a kezdet és a vég, ő az alfa és ő az omega, övé az idő és övé az örökké valóság, övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Szent és dicsőséges, sepphelyei által őrizzen és védjen meg minket az Úr Krisztus. Amen.
Most pedig, kedves testvéreim, megbánva bűneinket, kifejezzük bűnbánatunkat a Szent Mise kezdetén, majd pedig előimádkozom a tökéletes bánat felindításának imádságát, amelynek lehetőségével azok a testvéreink élhetnek, akik most otthonaikban ünnepelnek, akik nem tudnak szentgyónást végezni, az általános közösségi feloldozásban sem tudnak részesülni. Így tehát bűnbánó szívvel kezdjük meg húsvét ünneplését, és kapcsolódjunk be a Szentmisébe. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem, hogy téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre. Kedvedből kiestem, és mind ideig, mind örökké való büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert téged, legfőbb jót, legjobb atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet, semmi bűnnel meg nem bántalak, és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam. Boldogságos Szűz Anyám, szent őrző angyalom, legyetek velem. Amen. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a felelőségesség a jó alapban a emberekben. Dicsőjék téged, áldunk téged, imádunk téged, arasztalunk téged.
Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézus szent lélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanuknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a kolosszaiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmeteket, és ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Jézussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta az otthagyott gyógysleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt, összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreim, mindnyájan, akik most együtt ünnepeltek, a körülöttem lévő szolgálattevők, és ti mindnyájan ima közösségben, akik a televíziós közvetítés által bekapcsolódtok Húsvét vasárnapjának ünnepi szentmiséjébe. Valódi ima közösségben vagyunk. Még akkor is, ha most nem láthatjuk egymást, nem vagyunk egymás közelében, a hittestvéri közösségben, és nagyon sok templom most üresen áll, és csak a szolgálattevő atyák végzik a szent szertartásokat, és mutatják be a szentmisét. De mégis ebben a nehéz helyzetben próbálunk azokra a dolgokra felfigyelni, amelyek nem annyira szembetűnőek, nem az érzéki, tapasztalati adottságainkat ragadják meg, hanem belülről szemlélhetőek. Egész nagybőjt folyamán, amelynek jelentős része már az üres templomokban történt, és így módon várakoztunk, készülöttünk a mi legnagyobb ünnepünkre. Többször megemlítettem azt, hogy éppen most van a lehetőségünk arra, hogy a látványos dolgoktól elvonuljunk és befelé forduljunk, hogy a Húsvét üzenetének azokat a titkait próbáljuk szemlélni, amelyek rejtve vannak, mert a lelki szemeink előtt tárulkoznak föl. És ez a belső látás ebben a járványos időben különleges alkalmat kínál arra, hogy amit talán egyéb húsvéti ünnepeinken, az eddigiekben, vagy reméljük majd aztán a továbbiakban is, inkább csak a külsőségek vonzása alatt tudtunk
átélni, ezeket most belülről tudjuk szemlélni. Két fontos szentírási idézetet szeretnék most elmondani még a gondolataink megerősítésére. Az egyik a zsidókhoz írt levélnek a megjegyzése a hit dolgáról, a hit valóságáról. A hit az a nem látható dolgok igazolása. Nagyon fontos ez. A másik pedig Szent Pál apostol figyelmeztető üzenete, amikor azt mondja, illetve írja, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk a figyelmünket. A látható az mulandó, a láthatatlan azonban örök. Most van itt az ideje a láthatatlan dolgok szemlélésének, és amikor felidézzük az Úr Jézus feltámadásának az eseményeit, és ebben az evangélisták segítségünkre vannak, arra kell rádöbbennünk, hogy az Úr Jézus feltámadása az rejtett esemény volt minden emberi tekintet elől. El volt rejtve, ahogy most hallottuk, a főapostol, meg a fiatal, szeretett tanítvány élményét, most hallottuk az ő hitükre vonatkozó állítást, hogy az üres sírt látták. Jézus nem volt a sírban. Mennyire elgondolkodtató, vagy megdöbbentő, hogy mi keresztény emberek a hitünk legfőbb igazságát, a hitünk alapját egy olyan tényre alapozzuk, ami a nem láthatóságban mutatkozik meg, csak a hit szemével tárulkozik föl, és vehető észre. Az, hogy nem látták már ott az Úr Jézus testét, az üres sír, ez volt a kiinduló pont arra vonatkozóan, hogy Jézus teljesítette az ígéretét és legyőzte a halált. Persze ez a nem láthatóság már annak idején is a nép vezetői részéről már elindította a csalás elméletet. Azért üres a sír, mert a tanítványok elvitték, ellopták Jézus testét, és sok mindent a történelem során kitaláltak már a kételkedő emberek, hogy mi is történt ott, azon a húsvéti éjszakán, a harmadnapra kivirradó hajnalon, de a mi hitünk alapja Krisztus feltámadása. Természetesen jól tudjuk, és az igazság kedvéért hozzá kell tennünk még azt is, hogy aztán ez az Úr Jézus, aki ott hagyta a sírt, ez a feltámadott Isten fia, aki emberségében, testi mi voltában legyőzte a halált, és dicsőséges testében a világban még velünk maradt, még 40 napig feltámadása után ő megmutatta magát. Tehát volt azért tapasztalati lehetőség. Tamás is érinteni akarta Jézus feltámadt testét. Tehát ott volt a bizonyság a feltámadásra, amikor Jézus megjelent tanítványainak. De a mostani evangélium, amit az ünnep napján olvasunk, továbbra is a nem látható dolgok igazolására irányítja a figyelmünket, vagyis a hitünk titkára, a hitünk valóságára, amelynek át kell szőnie az életünket. Mert hiszen a húsvét ezt akarja ránk bízni, ezt a feladatot, ezt a lelkületet, hogy mi tudjunk hinni azokban a valóságokban is, amelyek nem láthatóak. És legyen meg egy kicsit bölcseletileg gondolkodva, legyen meg bennünk az a meggyőződés, hogy nem csak azok a dolgok léteznek, amelyek láthatóak és mérhetőek, és az érzékszerveinkkel megragadhatóak. A valóság fogalma olyan dolgokra is vonatkozik, amelyeket
nem tudunk érzékszerveinkkel megragadni. Kéne tudná és érezni azt, hogy létezik szeretet, létezik nemzet, és vannak ilyen eszmei valóságok, vagy hitbeli valóságok, vagy emberi érzelmi valóságok, amelyek persze jeleket is kívánnak, bizonyítékokat, de anélkül is léteznek. Kedves testvéreim, ebben a járványos helyzetben, amelyben most ünneplünk, éppen az a nagy megpróbáltatás, hogy kevesebbet látjuk egymást. Hosszú heteken át én is csak az üres padsorokat láthatom itt a templomunkban, és nem láthatjuk azt a hívő közösséget, mely nagy számmal egybe gyűlik ilyenkor, egybe gyűlik Isten népe azért, hogy a legnagyobb ünnepre igent mondjon. De én most is látom lelki szemeim előtt azoknak a sokasságát, akik most velünk együtt ünnepelnek, mert ez a lelki összetartozás, a hitbeli összekapcsolódás, amely nem látható, mégis valóság, és a televíziós közvetítés éppen erre ad lehetőséget. És megtalálhatjuk annak a módját is, hogy azokkal a szeretteinkkel együtt legyünk és ünnepeljünk, akiket most nem látogathatunk meg. Ezen az ünnepen bíboros főpásztorunk is szívhez szóló gondolatokat fogalmazott meg a vigília szertartáson, a Szent István Bazilikában tegnap este szent beszédében kitért a bíboros úr a járványnak megpróbáltatásaira is. És most az ő üzenetéből, hiszen nem csak hogy egész egyházmegyénknek, nem csak a papoknak, a híveknek, hanem egész nemzetünknek is üzent Magyarország prímása, első katolikus főpapja, rangban első főpásztor, és ezt üzente most nekünk. Tudnunk kell továbbadni húsvét igazságát és örömét a minket körülvevő világnak. Ha változik is az emberek közti gondolatközlés módja és nyelvezete, ha sokszor szétszórt és kiábrándult emberek figyelmét kell is megragadnunk, annál inkább nyilvánvaló világunkban a szomjúság és az éhség Krisztus feltámadásának mindent megvilágító, minden igaz igyekezetnek értelmet és értéket adó örömhíre iránt. Ha egy világjárvány élménye döbbent is rá minket, hogy milyen kiszolgáltatott az emberi élet ebben a világban, és mennyire nem csupán a mi igyekezetünkön múlik a sorsunk, mindez nem a kétségbeesés forrása. Ha sokszor mindent elborítani látszik is, az önzés, a bizalmatlanság, ha gyakran gyűlölet osztja is meg az embereket, ha az anyagiak hajszolására hangolt világunk különösen is nagy drámának éli meg éppen az anyagi jólét csökkenését vagy a gazdaság nehézségeit, nekünk a feltámadt Krisztus más távlatot mutat. Nem értelmetlen sodródás az egyéni élettörténetünk, nem céltalan vergődés a világtörténelem, hanem a minket örök életre hívó isteni szeretet nagy terve valósul meg benne. Fogadjuk el ezt az ajándékot, és adjuk tovább örömünket az egész világnak. Főpásztorunk bátorító és buzdító szavai, tegyék derűssé és bizakodóvá idei húsvétunkat, az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünk,
legyen mindnyájunk számára öröm forrása, és erősödjünk meg abban a tudatban, hogy éppen hitünk által tudjuk a nem látható dolgokat igazolni önmagunk és a világ előtt is. Amen. Halljuk meg hitünket, hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus feltámadott, ő a kezdet és a vég. A szent, erős és halhatatlan Isten, általa terjesszük kérésünket mennyei Atyánk elé. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben szent Atyánkat, lelki pásztorainkat és hívő népedet. Igen, hallgass meg minket. Legyen velünk, édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szítsd fel a keresztség kegyelmét minnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk az új életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és a szenvedőket. Kérünk téged, hallgass meg minket. A halálon aratott diadalod juttassa el megholt testvéreinket a feltámadás dicsőségére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, újjongó húsvéti örömmel ajánljuk föl áldozatunkat, amely által csodálatosan újjászületik és növekszik egy házad, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a telkedtel. Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjunk, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szeretteinkről, jótevőinkről, lelki pásztorainkról, média apostolainkról, a ma 18. születésnapját ünneplő Anna testvérünkről, szintén születésnapját ünneplő György testvérünkről, mindazokról, akik a járvány terhét hordozzák, akik mások szolgálatára állnak gyógyítóként, ápolóként, lelki vigaszt nyújtóként. Emlékezzél meg minden jelenlévőről, és mindazokról, akik most velünk vannak ima közösségben a televíziós közvetítéssel, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük
a mi Urunk Jézus Krisztus testi feltámadásának szent napját. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt, a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Felajánljuk neked azokért is, akik új életre születtek vízből és szent lélekből, és elnyerték minden bűnük bocsánatát. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk.
Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről és jótevőinkről, a járvány áldozatairól, elhunyt lelki pásztorainkról és média apostolainkról, a templomunkban nyugvó hívekről, elhunyt Árpád atyáról, akinek halála évfordulója van, és mindazokról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletekben. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten áldjon.
az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Szeretett testvéreim, mindnyájan, akik otthonaitokban most velünk vagytok, velünk imádkoztok és kapcsolódtok be az eukarisztikus ünneplésbe, fogadjátok tiszta szívetekbe az Úr Jézus látogatását a lelki áldozás módján, amelynek közösségi imáját most veletek együtt elimádkozom. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned. Imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban,
hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen, tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra Krisztus, a mi Urunk által. Most imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ megújulására szolgáljon. Tedd be. Kedves testvéreim, a Víboros úr idézett gondolatait és a többi hirdetésünket mindig megtaláljátok a plébánia honlapján, a szentangyalok.hu közösségi oldalunkon, weboldalon, és nyomtatott formában is el lehet vinni innen a templom előteréből. A hirdetések élén most a jó kívánság szerepel a gazdagréti testvéreimnek, családjainknak, munkatársainknak, önkénteseinknek, de természetesen minden kedves média apostolunknak, a most velünk együtt ünneplő minden testvéremnek. A legnagyobb ünnepünk húsvét alkalmából a feltámadás hitét és örömét kívánom, a feltámadt Krisztus békéjét, kegyelmét, és most a mielőbbi kiutat ebből a járványhelyzetből. A nehéz időszakban nagyon sok segítséget kaptam magam is, ezt mind megköszönöm azoknak, akik segítségemre voltak. Főként most a szolgálatom mellett segítkeztek a Szent Liturgiánk minél szebbé tételén fáradoztak, úgy mint templomunk énekkara, karnagyasszony, művész úr, a mellettem szolgáló asszisztencia, minisztránsaink, de a háttérben fáradozók, a háttérben szolgáló munkatársaim mind sok segítséget nyújtottak, hogy ez az ünnep szép legyen, és a nehézségeinkben is szolgálni tudjunk. És természetesen most a kedves nézőink nevében is megköszönöm az itteni média munkatársaimnak a sok fáradozást, a rendszeres szolgálatot, hogy nap mint nap, és van, amikor még több alkalommal is egy nap, közvetíteni tudjuk az imáinkat, a szentmiséinket, és az ünnepi programok mellett a mindennapi imáinkat és közösségteremtő együttléteinket is szolgálják. Köszönöm a médiaapostolok háttérimáját, mindannyiótoknak az adományait.
amit akár a média alapítványunk számára nyújtottatok, vagy ahogy most is hirdetem, a digitális persejezés révén felajánlottok számunkra a persejpénznek. A megjelölt számla számon van az útja, hogyha valaki most a plébániánkat támogatni szeretné. Ezt is feltüntettük a hirdetésekben, illetve a képernyőn is látható. Örömmel jelzem, hogy megjelent a Földi Mennyország kiadványunk, amely megrendelhető a plébánián, amely bemutatja a templomunk ékességeit, műalkotásait a mozaiktól kezdve, a tavaly nyáron érkezett csíksomlyói szoborig. Nem csak ismeretterjesztő kiadvány, hanem egyúttal lelki olvasmány, imádságos könyv és elmélkedő könyv Márko Iván Rupnik atyának az értékes gondolataival többek között. A Jóisten áldását kérem most mindnyájatokra a húsvét ünneplésében, de mivel most a ünnepi ebéd előtt állunk, és közeledik a családi együttléteknek a szűk körű ugyan, de mégis ünnepi étkezése. Ezt egyébként a vigilián szoktuk megtenni, vagy a húsvét reggelén, de ezt most a déli időben teszem meg, hogy megáldom az ételeiteket otthonaitokban. Mondjátok azt az imád kérést, amit most el fogok mondani, ti is azonosuljatok ezekkel, és így kérjük mind az együttlétekre, mind a találkozásainkra, mind a közös étkezésünkre, a Jóistentől kapott ételeinkre kérjük az áldást. Most a Szentmise áldása előtt megtartom így virtuálisan, és kívánom, hogy érkezzen el az otthonaitokba az ételek megáldása. Könyörögjünk, Istenünk! Az Egyiptomból való kiszabaduláskor azt parancsoltad népednek, Mózes szolgád által, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus előképeként bárányt vágjon, és annak vérével kenje meg házának szemöldök fáit. Kérünk, áld meg és szenteld meg a velünk ünneplők hús eledeleit, amelyeket mi a te gyermekeid, a te dicsőségedre akarunk magunkhoz venni, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, áraszt ki áldásod bőséges kegyelmét ezekre a tojás eledelekre. Add, hogy üdvösséges tápláléka legyen a benned hívőknek, akik hálaadással veszik azt magukhoz, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére, aki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg húsvéti kalácsainkat és süteményeinket, mint ahogyan a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottad. Add, hogy akik ebből hívő lélekkel esznek, azok testének erőt, lelküknek üdvösséget nyerjenek belőle. Általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. És minden táplálékunkra, különösen a húsvéti ebédre kérünk, Urunk Istenünk, áld meg ezeket a húsvéti eledeleket, amelyeket tőled kaptunk, hogy az emberi nem fenntartására, az üdvösségre szolgáljanak, szent neved segítségül hívására, adj testi erőt és lelki oltalmat mindazoknak, akik ezekből táplálkoznak, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Kedves testvéreim, most a Szent Mise befejező áldását adom rátok. Öröm volt együtt ünnepelni legnagyobb ünnepünket, Húsvét Szent napját, vasárnapját, és érezni azoknak imáit és azt az ima hátteret, amit az otthonaikban velünk ünneplők felénk árasztanak, és ezt viszonzom most az áldással. Ünnepi áldást adok. Aztán majd fogadjuk a legfőbb pásztorunk áldását is Rómából. A gazdagréti szentmisét követően már is Rómába kapcsolunk az Apostol Televízió közvetítésében, ahonnan majd Ferenc pápának Urbi et Orbi áldását kapjuk a déli időben, és ez az áldás is növeli, erősíti húsvéti örömünket. A Jóisten áldása valóban erőforrás, és azt kérem most ebben az áldásban, hogy legyünk továbbra is türelmesek, fegyelmezettek, de bizakodóak, és tegyünk meg mindent azért, hogy életünk először is személyesen megújuljon a bűnbánatban, Isten szeretetben, és aztán népünk is, és az emberiség is megszabaduljon ettől a járvány tehertől, mely most ránk nehezedik. A Szent Mise végén majd a pápai himnuszt, a magyar himnuszt és a gazdagréti himnuszt is elénekeljük, és így fejezzük ki örömünket, összetartozásunkat. Most fogadjátok Isten áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten húsvét szent ünnepén, és védjen meg irgalmasan a gonosz cselvetéseitől és minden bűntől. Ő, aki egyszülött fiának feltámadása által újjászült titeket az örök életre, töltsön el titeket a halhatatlanság minden ajándékával. És ti, akik az Úr szenvedése szent időszakának elmúltával örömmel ülitek meg húsvét szent ünnepét, az ő kegyelmének segítségével jussatok el egykor a boldog örökké valóságba. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Alleluja! Alleluja! Istennek legyen hála! Alleluja! Alleluja!
vesz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmon, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei.